ekkor keltem. Nyilván nem önszántamból. Igen, mert az elmúlt napokban Marci visszatért a kedvenc hobbiához, ahhoz, hogy az éjszaka közepén felébreszt minket, csak most már nem artikulálatlanul üvölt, mint régebben, hanem konkrét szavakkal tart minket terrorban. Igazából kettővel, anya és enni. Viszont mind a kettőből kap eleget napközben, úgyhogy úgy vagyunk vele, hogy este inkább aludjon. A gond az, hogy sehogy sem sikerült visszaaludni, ami azt jelenti, hogy körülbelül olyan 3 óra alvásra vágok neki a mai napnak, ami egy picit kevés. És bár volt egy tervem, hogy mit fogok ma csinálni, végül a 3 óra 30-as kelés az meggyőzött arról, hogy valami egészen más csináljak, vagyis hogy eszembe jutott egy tök másik ötlet, aminek az alapja ez a könyv. Így jobban látszik. Szóval ez. Be se kellett tolni. Szóval ez a könyv már hetek óta nálam van, csak még nem volt időm érdemben foglalkozni vele, mert mindig össze-vissza utazgattam. Na de most. A köszönjük kedves utasainkat lényegében a budapesti tömegközlekedésről szól, de úgyhogy. Hát úgyhogy mindenki találjon benne valami élvezhetőt. Vitézi Dávidoknak vannak ilyen gyönyörű apró részleteket bemutató fotók, aki meg csak úgy érdeklődik általában a budapesti tömegközlekedés iránt, mint én, annak meg vannak ilyen csodálatos képek, meg rajzok. És én aztán nem vagyok közlekedés buzi, viszont amióta készítem ezt a vlogot, rájöttem, hogy mennyire csodálatosak ezek a járművek. De igen, mert alig van olyan epizód, amiből ki tudom hagyni őket. Akármikor elmegy egy villamos, egyszerűen ingerenciát érzek arra, hogy bekapcsoljam a kamerát és felvegyem nektek, hogy mennyire szép. És ebben a könyvben pont ezekre az apró szépségekre hívják fel a figyelmünket. Mutatom, figyeljetek. Villamos részlet, villamos. Kicsit koszos meg minden, de mégis annyira budapesti. Kutya. Árnyék a villamos lépcsőn. Lány a villamoson. Ülések. Most viszont nem azért vagyunk itt, mert villamos várunk, mert akkor elég hülyék lennénk, ugyanis errefele nem jár a villamos, ellenben jár a troli. És a troliról is vannak nagyon-nagyon jó képek. Úgyhogy most megvárjuk az IK GVM 280T-t, összehasonlítjuk a valóságot a képzelettel, aztán utána elindulunk metrót tesztelni. És milyen jó, hogy itt van nekem a futár nevű app, ami pontosan megmondja, hogy 4 percet kell várnom a következő trollira. Nem, sem a könyv, sem az app nem fizetett hirdetést. Tudjátok, ha nálam azt láttok, azt mondom. Ott van, az fog visszafele jönni. Várlak. Szép, nem? És ez konkrétan, mintha le lenne tisztítva a kedvünkért. És akkor most menjünk metrózni, és az a tervünk, az fogjuk megkísérelni, hogy egyetlen egy metrójeggyel végigjárjuk mind a 4 metrót, ami 5. Valójában csak 3 metrót járunk végig, ami 4. Szóval elvileg már jár az új 3-as metró, amit eddig még nem sikerült kipróbálnom. Mondom a koncepciót. A lehetére lemegyünk a föld alá, és várunk egészen addig, ameddig nem jön egy új 3-as metró. Kipróbáljuk és elmegyünk vele a Deákig. Ott átszállunk a 2-es metróra, kipróbáljuk és elmegyünk vele a Keletig. Ahol átszállunk a 4-es metróra, kipróbáljuk és elmegyünk vele a Kávinig, ahol meg simán felszállunk egy régi 3-asra, kipróbáljuk és visszajövünk vele a Nyugatig. Mindezt egyetlen jeggyel 80 perc leforgása alatt. Patrick Malo de Rose, plutôt pro Sèvres des Corses. À tous ceux qui me font un procès, vous les compliquez, c'est du torse. A terv sok ponton megbukhat. Egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy jön az új 3-as. Igen, szóval többnyire a régi 3-asok járnak, amik ilyen állapotban vannak, és nem akarok felszállni addig, ameddig nem jön egy új. És simán lehet, hogy 80 perc arra fog elvenni, hogy várok egy újabb darabra. Állványról nem lehet filmezni, állvány nélkül meg igen. Na most én a kezemben tartom az állványt, ami ilyen szürke zóna. Már is el kell kezdenem vetkőzni. Annyira meleg van itt, és ezúton azt az ötletet, hogy hozzak magammal egy esőkabátot, és az év leghülyébb ötletének nevezem ki. Valahogy beraktam. Hoppácska! Hát erre nem kellett nagyon-nagyon sokat várnunk. Gyakorlatilag a második metró, amint leérkeztünk, már az új. Je sais que c'est dangereux, mais comme un enjeureux de se battre. Pour l'amour, je brandis le flambeau. Laisse de côté la flamme. T'exprime mes flashs quand je suis seul dans ma chambre. Határozottan csendesebb, mint amilyen a régi volt, és tök jó, hogy ilyen virágos lett. Az egy kicsit nekem fáj, hogy a külseje már nem kék, mert hát mégiscsak a színéről ismertem meg ezt a metrót, de az tök jó, hogy a belseje ilyen szép fehér. Hello! Közös követkészület! Hello! Itt metrót tesztelek. Mondd el a nézőnek, hogy mit gondolsz az új 3-as metró. Szerintem nagyon jó. Miben jó? Világosabb. Ugye én is pont ezt mondtam, hogy mennyire világosabb. Ciao. Hello, szia. Na, hát nem volt egy nagyon hosszú szakasz. Igazából 2 jöttünk összesen, viszont az teljesen meggyőző volt. Chéri Coco, je t'assure que je suis plus fort qu'Hitchcock. Quand je me fais des bêtes de film au scénario de choc, c'est pire des péplom. Quand j'imagine que tu me trompes. Szóval most megyünk át a 2-es metróra, és ott tartunk, hogy 10 perccel ezelőtt jöttünk le a földre, sőt, 10 perc sem telt el, és már is birtokba veszük a második metrót, és az út legkritikusabb részén már túl is vagyunk, hiszen igazából csak az volt a kérdés, hogy mikor kapunk egy új 3-as metrót, de az szinte azonnal jött is. A 2-essel, meg a 4-essel, meg a régi 3-assal már biztos nem lesz gond. Így megyünk, azt mondja, hogy
az ős vezértere felé. Mon des complices si je me laisse aller on pourrait rompre. Le cupidé mon plante car son arc est une harpe. Tu me dis je t'aime dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche il me crâne. Elle m'embête de bluff, monte sa seuf comme toujours. Elle est comme les autres meufs, car soif les refs tous les jours. Szóval ez itt az új 2-es metró, ami nem annyira új, mert már... Hát jó néhány éves. Előnye az új 3-ashoz képest, hogy ez tényleg új, nem csak felújított, és hogy egybe van az egész kocsi, szóval az elejétől végig végig lehet gyalogolni, hogyha esetleg valahol nem lenne hely. Plusz csöndesebb is, lemértem, és van egy 10 decibel előnye, ami azért nagyon-nagyon sok. Hátránya egy kicsit már elkezdett megsárgulni, úgyhogy nem annyira világos belülről. De jó. És meg is jöttünk a keleti pályaudvarra, iszonyatosan jó kört futunk. Összesen kevesebb mint 20 perccel ezelőtt mentünk le a föld alá, körülbelül 15 perccel ezelőtt, és már 2 metrót kipipáltunk, még 2 van hátra. Úgyhogy most megkeressük a 4-est. És a 4-es lesz a legizgalmasabb sok szempontból, mert bár a 3-ast felújították, de az alapvetően egy régi kocsi. A 2-es az teljesen új kocsi, viszont az állomások csak fel vannak újítva, na de a 4-es. A 4-es a legújabbak a kocsik, és az állomások meg fantasztikusan néznek ki. 4-es metróval szinte alig járok, úgyhogy mindig leesik az állom, amikor sikerül eljutnom egy 4-es megállóba, mert ez egyszerűen hihetetlenül jól néz ki. Merre megy az tovább? Keleti pályaudvar? Azt kell nekünk? Hoppá, hoppá. Ott a lényeg. Ott van az izgalom. Már hogy nincs itt semmi. Szóval, hogy ezt ugye egy robot vezeti. Itt nincs ember. Itt vége van a metrónak, látjátok? Ennyi volt. Igen, a 4-es metró az tulajdonképpen ugyanaz, mint a 2-es metró, vagy nagyjából ugyanaz a kocsi, csak azt hiszem, hogy ezt kezdték el először robotok vezetni. Most nem vagyok azzal kapcsolatban teljesen biztos, hogy a 2-es metrónál meglépték-e már ezt, viszont a 4-esnél jól láthatóan nincsen egyáltalán vezető. De itt is megvannak azok az előnyök, hogy például a szerelvény egybe van nyitva, úgyhogy nem kell egyik kocsiból kiszállni és a másikba be, hogyha valahol kevés lenne a hely. És indulunk. Kár, hogy nem hoztam GoPro-t. Most milyen jó fel tudnám venni, hogy az alagútba megyünk, de megpróbáljuk ezzel a kamerával. Jól mutatja, hogy mennyire keveset utazom a 4-es metróval, hogy amikor a keleti pályaudvarnál megláttam az egyik irányba induló metrót, akkor ráugrottam, ő az az enyém. Viszont a keleti pályaudvar az végállomások, mindegyik az enyém. Na hát, ez is hasonlóan halk volt, mint a 2-es. Szóval jóval halkabb, mint az új 3-as. De most megnézzük a régi 3-ast, ami azt hiszem, hogy hangzavarban mindent visz. Itt meg a pályaudvar visz mindent, hogy milyennek a neve. Mint látjátok, ez a régi 3-as. És ez konkrétan annyival sötétebb, mint az összes eddigi metró, amit kipróbáltam, hogy itt kellett levennem először az iPhone-nak a fényerejét, amikor zajt mértem, mert hogy túlvakított minden. És nagyon zajos, és meg az ajtók is csapódnak. Ezt meg nem én kértem mögém, gondolhatjátok, de nem tudok úgy helyezkedni a metrón, hogy ne legyen egy ilyen mögöttem. Hát 35 perc alatt végig is jártuk az egész város, 4 különböző metróval. 3 metróvonala és 4 különböző féle metróval. Konklúzió. Ha pusztán az állomások és a kocsik minőségét nézzük, akkor torony magasan a 4-es az első, és a 2-es a második. A 3-as metró új kocsia sokkal-sokkal világosabb és csöndesebb, mint a régi kocsia, viszont nem annyival zajtalanabb, ráadásul nincs is egybenyitva. Meg robotok se vezérlik, pedig az micsoda sci-fi. Szóval jó, hogy fel lett újítva, ha se esni nem fogunk, úgyhogy visszajött a nyár. Már a nagyjából ennyi, nagyon szívesen mondanám, hogy most hazamegyek és alszom egyet, de nem, mert körülbelül este 9-ig dolgozni fogok, csak ezek már ilyen uncsi nem vlogba való részek. Na hát gyerekek, nagyjából mára ennyi, végigjártuk az összes metrót, amit érdemes volt végigjárni. Kommentben odalent mondjátok el, hogy nektek milyen észrevételetek van, hogy milyen olyan világban látott példát tudtok, ami alapján jobbá lehetne tenni a budapesti metrót. A kutyát nem fogja érdekelni a BKK-nál, engem viszont nagyon-nagyon érdekel. Na, holnap találkozunk. Sziasztok!